A Merkur bevetési egység, azaz a NAV kommandósai láthatók ezeken a felvételeken. Az egyenruhások egy budapesti testvérpárt fogtak el, akik a megalapozott gyanú szerint egy bűnszövetséget irányítottak. A feltételezett elkövetők Ausztriából néhány havonta cserélt strómanok vezette bukó cégek közvetítésével szereztek be nettó áron mobiltelefonokat. Egyrészt a termékimport utáni áfát nem fizették meg, másrészt pedig a továbbértékesítések után a láncolat végén még visszaigényelték az áfát is. Ezt követően pedig akár egy nap alatt végigfuttatták a magyarországi céghálózaton ezeket a telefonkészülékeket, és végül ismét az EU-s országok egyikébe értékesítették tovább. Ezzel több mint 4 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést. A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az Europol és az Eurojust támogatásával számolták fel a hálózatot egy 4 napos akció során, valamint sikerült nagy arányban megtéríteni az okozott anyagi kárt. Több mint 2,5 milliárd forint értékben zároltak a nyomozók üzletrészeket, bankszámlákat, foglaltak le luxus ingatlanokat és luxus autókat is, valamint egy több 100 millió forint értékű áfa visszaigénylést is sikerült megakadályozni. Ezen túl készpénzfoglalásra is sor került, egyrészt a helyszíneken 15 millió forint értékben foglaltunk készpénzt, és további 150 millió forint került elő egy banki széfből. A pénzügyi nyomozók 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést, üzletszerűen bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A hálózat része volt egy pécsi cég is, melynek vezetője a gyanúsítottak között van. A 40 000 oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg a Baranya megyei főügyészségre.